nappali elindultam a mai túrámra, lehet, hogy zajos a felvétel, mert fúj, nagyon a szél, nem én alulról. Ez a vasút, éppen megyek megközelíteni, de nem megyek át a másik oldalra, hanem folytatom az utamat. Kb. 20 perc telt el otthonról, 20 perc alatt ide értem. Van, hogy 15 perc alatt is sikerül megtennem. De most nem siettem. Itt az út végén, ott van a béketéri általános iskola. Éppen renoválják, majd onnan csinálok még felvételt. Ott vagyok az iskolánál, bejárat, renoválás, vasút. És Dorina, szerintem te tudod az utat, ez megy ki a kórház felé, ha busszal mennénk. Na, átjöttem a kanyargón, ez a kanyar, ami után már egy jó hosszú szakasz van, mellettem a vasút. Egyébként nagyon jó a tavasznak az illata, ahogy virágoznak a fák. Imádom ezt az illatot itthon. Ez azért a vidéki létből hiányzik nekem. A panelban nem tudom ezt érezni. Például itt a széna, de fű, ami már széna, lekaszált fű a széna. Ennek is van egy speciális illata. Tudom, mire te nem szereted, de nekem, hogy nosztalgiázzak egy kicsit. Az életem része volt, 80-as évek elején vagyunk, nem tudom mennyit írunk, de nagypapámnak volt egy ilyen legelője, szántója, lovakat tartott, és mentem ki hozzá, aztán ott tücsköt, bogarat, mindent összevadászgattam, úgy imádtam ott lenni, és annak volt egy ilyen speciális illata, szerencsére. Tehát az illatra nem vagyok allergiás, de a fűre igen, a pollenre. Ez az a hosszú út, amin most itt végig fogok menni. Mellettem a vasút, most nem a vonaton ülve. Nézzük a másik oldalt, ott be tudunk látni, hanem most az utca felől. Ezen szokott közlekedni az ilyen halasi buszom is. Ha megyek Halasra, ha jövök Halasról, de én most járdán közlekedek. Ez egy tök hosszú szakasz. Ott a nagyon-nagyon végén vannak ilyen magas fák. Na, az szintén Halasra emlékeztet. Régen ott a Harangos téren van ott egy bolt, és az körbe volt véve jegenye fákkal, ilyen óriási magas fák voltak. Ezek Nem tudom, hogy jegenye fák-e, nem tudom megkülönböztetni, lehet, hogy nyárfák. Na, de az a szakasz, ami nekem az úgy nagyon tetszik, majd ha oda irányítatok. Értem oda, csak mondhatom, hogy ma egy kicsit felhősebb az időnk. Néha nem süt a nap. Egyetlen negatívum ennek a sétának, hogy nem a szél, hanem hogy az autók itten nagyon zajosak, mint mindenhol, de letoljom. Erre már beszedtem a leszarom tablettát is, mert én a természetre fókuszálok. Na, onnan jöttem, és jön egy ilyen csupaszabb szakasz, amit imádok, mert tele zöld el van. Itt kanyarog egy kicsit a vasút térrel a főúttól, és amit onnan nem lehet látni vonatról, az ez az út. Imádom ezt a szakaszt is, itt is van egy ilyen fás részt, ez alatt fogok átmenni. Jó, ide fúj a szél, de mentókocsi megy a kórházba. Szerencsére nem velem. Külön van szedve a bicikli út meg a gyalogút, ami bullshit, mert gyalogos alig van. Mindenki autóval jár. Biciklis meg ilyen kétkerekű, még úgy elmegy csak-csak.
azokkal találkozok. Ott, hogy egy emberke sétál, az ritka. Na és itt van, itt gyakorlatilag combig ér a fű, és még nem virágzik. Megpróbálom megmutatni. Igen. Itt megfogtam. Puhar fű. Jaj, úristen, szőke vagyok. Tehát ilyen magas. Ez már magasabb. Ez kb. Már magasságig ér. De kint majd lesz nagyobb is, ha addig le nem kaszálták. Imádom ezt is nézni, de pont erre a fajtára, meg erre vagyok allergiás. Ez a pázsit fű, ez okozza az allergiámat. Ja, úgy látom, hát kezd virágozni, aztán jöhet a maszkolás is. Na itt vannak magas fák, imádom őket. Tényleg nem tudom megmondani, hogy ez most nyárfa, jegenyefa. Utána kellene néznem. Itt régen valami épület állhatott, valami birtok. Valami még rémlik a memóriámban, hogy tényleg volt itt valami, de nem emlékszem már rá. Tök jó ez a nyílt terep, nyílt rét, de lehetne egy ilyen focipályát is teremteni. Már mondjuk háromszögletű az nem lenne célszerű, mert ez ilyen, ott a sarka, és akkor így megy hátra, és ott visszajön. Na jó, itt van egy kétkerekű, oda cseszték az út közepére. Ennek nem tudom mi értelme van, és hogy miért pont ide, és akkor utána, tehát valaki lepattant innen, és akkor ment gyalog. Tehát nem tudom megérteni a dolgot. De, hogy nem ment el végig a céljáig, azt ott lecseszi. Itt a út körös közepén van. Most lehet, hogy hosszabb lesz a videóm. Nem baj. Ez már szerintem a vasútról nem látszik. Ott a háttérben vannak azok az oszlopok. Na, ott megy el a vonat, ami megy Pestre. Jaj, imádom ezt a szakaszt. Itt ezen a kis részen tegnap láttam csókákat, megálltam, aztán figyelgettem őket. Valamit a földből, gondolom, gilisztákat cincálhatták ki. Jaj, imádom a madarakat. Puha madár! Na most a gólyáktól eljöttem. Azok még mindig kelnek ki. Puha gólya! Itt Fehérváron nincs gólya. Még a 22 év alatt nem láttam gólyát. Na most egy kicsit... Na, nem állítom le. Nem, mert ha jönnek szemből, akkor nem akarom fölvenni az embereket. Jaj, ez is jó. Nem magas fák. Szerintem ez nyárfa. Azért veszem föl, hogy majd meg tudjam nézni otthon. Én a nagy botanikus. Utálom az agrár akármit, de most le kell raknom, át kell mennem. Át tudtam jönni. Ez az az út, azt hiszem. Igen, ez megy a kórház felé. Itt, innen jöttem, és itt kanyarodik be a mentőautó is a kórház felé. Jól emlékszem, legalábbis ott kellene a kórházat látnom. Mindjárt ez a nagy épület elmegy innen előttem, vagy odébb ugrik, és akkor meglátom a kórházat. Zöld! Mira zöld? Ez a mira zöld. Itt egyszer átmentem, de hülyeség volt, mert másik oldalt nem nagyon van út. Mert van itt egy szakasz, ami nincsen járda, de az még belefért. Na igen, ott a kórház. Mindjárt mutatom. Ott a távolba, a két épület között, most éppen a fa eltakarja vörös keresztet, de majd még lehet, hogy látszik. Tele vannak ilyen mit tudom én, minek ilyen áruház, meg szerelőműhely, meg mit tudom én, mi az emberek itt dolgoznak.
Mondjuk azt nem tudnám elképzelni, hogy ide kelljen kijárni dolgozni busszal, bár ki tudja. Nem tudom miért, de ez az út, ez nagyon, nagyon tetszik nekem, olyan csúnya, és senki nincs itt rajtam kívül, na igen, ott a kórház, most látszik. Igen, akkor az az út volt az, ahol a dekanyarodik a mentő. Na, kezdek egy új felvételt, és itt megint ilyen fás, zöldesebb terep kezdődik. Szerintem visszafelé már nem fogok videót csinálni, ha csak nem látok valami extrát. Mira, mondtad a múltkor, hogy járda. Mutatok neked járdát. Tegnap itt kaszáltak füvet, és nem igazán takarították föl, hogy úgy is nézzen ki, mondjuk leszarták a dolgot, gondolták azt, hogy hát ezen nem jár senki. Ezek bent is a fű le van nyírva, és ott össze tudták szedni, de itt kint nem. Tipikus magyar hozzáállás. Ja, egyébként itt volt ez az a környék, ahol annyira gyönyörű varjakat láttam, olyan nagy madarak azok is. Kell egy puha varjú. Gyönyörű, aztán visszafelé jövet megálltam, mert felszálltak erre a kerítésre, és akkor egy tisztes távolságból néztem is őket, de elszállt hamar. Nem szeretik az embert. Jaj, de jó, most egy kicsi csönd, csak a szél. Egyébként nem nagy konzt az út két oldala. Úristen, tényleg nem hiszem, hogy itt tudnék dolgozni. De csempe volt. Járda! Egyébként ez a pici szakasz hasonlít ahhoz, amikor a céghez megyek, a Videótonhoz. Ugyanúgy kék a kerítés, csak nem ilyen szép, és ugyanígy járda, csak nem ilyen keskeny. Ott egy kicsit szélesebb, meg tisztább, de óriási ott is a fű, gondolom. Na, ott már lekasszáltál. Hű, ez tegnap még nem volt. Tegnap jó magas volt a fű. Úgy látszik, tényleg neki indulnak a szágatni. Vagy valaki kiszúrta, hogy tegnap egy nagyon bámulom azt az út felé. Ott egy varjú volt. Valahol itt lehet a fészke, mert itt kószál egy. Szóval valaki lehet, hogy kiszúrhatta, hogy a fűet bámulom, hogy itt mennyire kicsi, és a másik oldal mennyire nagy. Itt még azért van. Na, itt most át kell mennem. Ez az a sárga épület, aminél át akarok menni. Végig lehetne menni az úton, teljesen ki, de jobban szeretek a fák alatt, ott már vannak ilyen fás övezetek, jobban szeretek az alatt átmenni. Itt is nagy a fű. Nem tudom, Mexikóban ugyanígy néz ki a fű, gondolom. Meg Angliában is. Ú, de jó. Fú, én gyerekként ilyenbe tuti így belehemperegnék. Nem érdekelne semmi, hogy pók, vagy bogár, vagy akármi. Jó, mondjuk a kullancs is lehet. De ha gyerek lennék, tuti ez nem érdekelni, meg se fordulna a fejembe. Na, megpróbálok átmenni. Sikerült átjönnöm. Ott a másik oldalt még egészen magas a fű. Ott még nem kaszálták le. Jó lesz a pollen allergiának. Átjöttem erre az oldalra. Szép fák, zöld fák. És megint az a szabadságérzet. Hú, de imádom, de majd akkor lesz az jó, amikor már kiértem a város határához. Na, ott éreztem igazán, hogy szabad vagyok, és tojok a világra, és vagyok valahol, ahol sehol nem vagyok. Jó tudok fogalmazni.
itt egy kis ösvényke, imádom. Jaj, tudom, nem szeretsz mire túrázni, nem tudom, Dorina, hogy te mennyire szereted. Itt nem tudom, hogy mi volt. Tegnap az volt a fejembe, hogy egy időgépet, beülnek egy időgépbe, a DeLoreanba, és visszamennék a múltba, hogy vajon mi állt itt. Kíváncsi lennék, hogy mi volt ez. Nem tudom, Dorina, hogy esetleg anyukádék lehet tudhatják. Na, itt egy nagyon szép övezet. Hát ezt nem tudom mi. Úgy néz ki, mint egy pálya, de nem az. Onnan jöttem. Oda megyek. Ja, imádom ezt a részt. Gyönyörű. Számomra. De jó, kezdek egy másik felvételt, azt átmegyek itt a másik ösvényen is. Ott, onnan jönnek szemből, megvárom, hogy elmenjenek, mert csak úgy lesz az igazi. Oké, ezzel a busszal egyébként lehet kifelé is menni. Csomó időt meg lehetne spórolni, de nem. Jaj, tavasz van! Imádom! Itt is egy óriás fű. Na, mondjuk a óriás a platnia is, amin kinőtt. Tegnap itt el volt torlaszolva ágakkal az út valahol. Lehet el? Ja, itt volt. Úgy kellett az útra kimennem, azt kikerülni. Ja, eltávolították. Helyes. Valaki dolgozik. Én nem. AdBlue. Jaj, tavasz van. És csönd. 2 másodpercig. Itt is volt még egy blokkolás tegnap, és itt is eltávolították, itt vannak még a roncsok. De jó. És kijutottam a főútra, ott már az a főút, majd megmutatom, ezt most végigviszem. Ja, ez is jó az a rész. Visszafelé nézve, igen, itt van egy kis kanyar. Ezen az úton jön a buszom, meg megy a buszom, hát most már annyira nem. Úgy döntöttem, fél évente járok csak haza a Laurát meglátogatni. Gondolom, majd örülni fog nekem a 20-án, hogy megyek. Ott van egy Lidli. Tegnap bementem, és furi, de egyik Lidlibe sincsen behűtött üdítő meg víz. Kerestem, mert elfelejtettem hozni itókát, hogy útra megszomjazok, és be kellett mennem, hogy valami hideget, de nem volt. De nem is baj, mert vettem a legolcsóbb Pitianer fél literes vizet, és jó volt még a hőmérséklete, nem kellett hideg. Tudom mire, te nem szereted a hideget. Na, itt is van egy busz megálló, és ott az a kereszteződés. Az a keresztben lévő út megy ki a... Ott az megy ki balra a Tesco felé. Én most itt megpróbálok átmenni. Egyelőre nem lettem kétdimenziós, úgyhogy nyomhatom tovább a felvételt. De jó, pofázok! Eddig egyébként lehet, hogy pofáztam a semmiről. Itt egy parkoló, a Lillinek a parkolója. Itt is egy kétkerekű lecseszett valami járgány. Nem tudom, mennyire remeg a felvétel, mert közben megyek is.
De elvileg ez az okostelefon annyira okos, hogy ellensúlyozza a képnek a remegését, ezért olyan, mintha kereket lennék. Visszanéztem már egy csomó ilyen felvételt, és tényleg, jaj, egy madárka! Aj, de nem akarom megzavarni, de muszáj, hát akarok itt menni. Ez egy SS méretű madárka. Na ez most mi? De nincsen falk tolla, lehet, hogy egy... Ez nőstény. Hello, cica! Puha cica! Jaj, de Ari! Jaj, és még beszél is. Szóval ez a kereszteződés, itt megy át a busz. Ha egyenesen mennénk, akkor a köfémhez lyukatunk ki, de ott, ahol elfordulnak balra az autók, az megy ki a Tescohoz. Dorina tudja. Hello, cica! Aj, de nem akarom megzavarni, hogy kerüljem ki. Szegényke. Szerintem ez kisbaba. Nincsen faroktól. Ashley szólt, oké. Okay. Muszáj volt megzavarnom. Na, szóval ott egy egyenes út, arra a ház mellett, ott a sárga ház mellett. Ez megy ki köfémre. A Dorina tudja, hogy hova. És itt szokott a buszom befordulni erre az útra. Mondom, erre az útra. Így. Most én elfordulok jobbra, és megyek ki a városból. És új videót kezdek. Jaj, de jó, jó sok felvételt csinálok. Ezt majd én is vissza akarom nézni. Ha majd nosztalgiázok, legyen meg. Fészkes-fehérvári tavasz. Allergia előtti szezon, még amikor felel az orrom, tudok levegőt venni. Zsebkendő nélkül, meg maszk nélkül. Jaj, de jó, bokrok, fák. Na, egyébként elvileg ma van a madarak és fák napja. Meg a bokrok is. A bokrokat miért nem említik? Az is növény. Itt átmegyek. Majd később lesz egy lámpa. Itt egy kicsit olyan csúnyácska szakasz lesz. Mert az út szélén vannak ezek a csúnya zöld paravánok. Persze azért, hogy védjék a járdát balesetek ellen. Nem tudom, hogy mennyire lehet itt baleset, mert itt gyakorlatilag belátható útszakasz. Mindenkinek normálisan kellene közlekedni, nem elütni a járat előtt. Na, nyitok egy új videót. Na, folytatom. Itt is van egy óriási gazrengeteg, de elvileg itt úgy néz ki, hogy nem lakik senki. Általában, ha ennyire gazos. Milyenki is ilyen volt otthon halason. Aztán le kellett kaszáltatni a gazat. De jó, hogy megszabadultam attól. Tesóval is beszéltem, azt mondtam neki is, hogy azért nagy teher jött le a vállamról. Itt is egy lebontott ház volt valami, nem tudom mi, nem is emlékszem. Pedig szerintem, amikor én ide költöztem, akkor volt itt ház. Annyira nem figyeltem a részletekre. Úristen, én itt mondjuk nem laknék. Nagyon-nagyon zajos. Anyu kedvenc virága, orgona. Már jó az illata. Elmentem alatta. Jaj, megyünk ki! Fészkesről. Nem fogok teljesen kimenni. És nem tudom, hogy ma elmenjek-e a fogorvosig egészen. Szerintem elmegyek, ha már itt vagyok. Na, itt van lekaszálva még a fű, szénás.
terep. Arra is gondoltam, mert tök jó terep van, itt egy kicsit föl magaslik, hogy hozok ki egy kis párnát, aztán ide leülök, és akkor csak bámészkodom. De fogalmam sincs, hogy rám hívnák-e a rendőrséget, vagy a mentőt, vagy akármit. Itt például ez egy jó terep. Itt leporolnám, aztán ráülnék, és figyelnék. Csak mondjuk mit? Mert egy másik oldal csak házak vannak, a forgalmat meg nem akarom figyelni, úgyhogy marad az, hogy átmegyek rajta. Itt van egy vasúti sín, de 1000 éve nem használják. Nem tudom, mi volt ez. Hiába van a villogó, itt nem közlekedik semmi. Ezen csak fogom magam, azt átmegyek. És innen is látszik, hogy nem volt használva, aztán a beporosodott, belepte a minden dzsuva. Ja. De jó! Ez is egy ilyen érdekes kis átjáró. Imádom. Most egy kis hegyre föl. Itt egy kis magaslaton vagyok. Nem tudom, hogy miért van ez a domb. Ez is, ezeknek a tojáknak az illata Los Angelesre emlékeztet. Ott is sok ilyen volt, és ilyen illatok volt. Ez a Los Angeles-i részem. Nosztalgiázhatnékon van, akkor ide ki kell jönnöm tavasszal. Tankolni nem akarok, mert olyat nem tudnak adni, ami nekem kell. Tudnának, csak rohadt sok pénzbe kerül. Mindig drágább töltőállomáson vásárolni boltba. Vannak ezek a non-stop boltok, tehát négyszeres áron nem éri meg. Na, itt közvetlen vagyok már az úton, és itt már zöld, itt már nincs ház, semmi. Imádom. És most jön az a szabadság érzet, hogy semmi nincs. Senki és semmi nincs az autókon kívül. Na, itt még egy lámpán át kell majd passzíroznom magam. Nyitok is egy új vidit. Sikeresen átjöttem. Ott valahol már a város vége felé van, de mint mondtam, teljesen totál nem fogok kimenni, mert az már ilyen ipari parkok, teipar, teüzem, meg mit tudom én, mik vannak. Csak a fogorvosig megpróbálok eljutni. Jaj, de jó! Kb. Innen csináltam tegnap a fényképet. Itt, hogy ez az a szakasz, igen, ami bemegy a városba, és ez meg ami megy ki. Jaj, imádom! Ezek a fák látszottak onnan a vasúttól, amit mondtam, hogy ott a háttérben azok a magas fák, ezek azok. Na és itt van a... Igen, meghagyták, még nem passzálták le. Itt jön a puszta övezet. És jó a... jó az illata. Megszagoltam itt egy virágot. Gyönyörű. Imádom a tavaszt ebből a szempontból. És itt van az égígérő fű. Lehetne kaszálni. Aj, nézzétek meg mekkora. Itt. Ez kb. Már magasságig ér itt a nagy. Ez meg már a fejemet is elhagyta. Ez a gaz. Ez nem tudom mi. Itt valaki letépett egyet, de ez is itt van. Magasabb, mint a fejem. Ja, föl kell a gazra nézni. Hihetetlen. A fő is. Ez kb. Comb magasságig. Jaj, de jó. Zöld és tavasz.
Jaj, de jó, úristen, én most élvezkedek. Mégis csak jobb, mint a panelban kuksolni. És megyek kifelé, csak azért is. Ott van egy busz megálló, meg majd ezen az oldalon is lesz. Mert itt is az emberek jönnek ki dolgozni, de akkor busszal jönnek ki. Vannak ilyenek. Kezdek egy új vidit. Itt is a fű hátán. Úristen, jó nagy. Jaj, de jó. Puha fű. Kár, hogy allergiás vagyok rájuk. Itt a másik gaz. Ez az a, ja, a pázsitfű. Na, ennek a pollenje az, ami veszély. Ez ugyanaz. Veszélyforrás nekem. Hát ez van. Itt is van valami üzem, fogalmam sincs mi. És még mindig megyek ki a városból. Na, itt már kaszáktak. Ja, csak a zontok miatt. Ez is szép, borgesztenye fa, éppen virágzik. Aj, ez a szél. Bocsi a zúgásért. Az a szél miatt van a zúg. Nem a macska, a zúgócica. Zúgócica nincsen. Jaj, le kell húznom a fejem. Tök jó, olyan majálisos az egész. Jaj, úristen, elvisz a szél. Itt van valami, akármi. És még mindig megyek ki. Fú, csak ilyen, ezek a csikkek itt eldobják, ilyen gyönyörű zöld a terep. És jó népek itt már rombolják. Ha én vagyok most a Google Street View. Hogy is mondják? Magyarul nem tudom, hogy van. A Google kocsi, ami megy, meg akik gyaloggal is vannak és legyalogolnak egy szakaszt. Beküldhetném a Google-be. Na, itt van egy busz megálló. Én tovább megyek egy picit, aztán utána visszafordulok, és már nem csinálok több kamerázást. Na, rájöttem, hogy itt van egy iskola. Itt a város szélén ki az, aki a gyerekét ide adja be tanulni a város szélére. Itt már semmi nincsen. Itt már nem fogok átmenni. Itt vége az útnak. Itt csak annyi van, hogy átmegyek a másik oldalra, és ezt majd megmutatom, mert ott van a fogorvos. Nem megyek el teljesen a végéig, hogy nehogy azt higgyék, át akarok menni. Szóval itt van egy körforgalom. Most ott a címed. Ide kell kiállnom, ha van időpontom. Belül nagyon szép, rendezett, tiszta minden. Jó környezet, csak kárkint van. Ezt most még le tudom gyalogolni, de későbbiekben, ha már a lábam majd nem fogja bírni, akkor busz lesz mindenképpen. Ja, imádom ezt. A felhők is most eltakarja a napot. Egy tiszta feelingje van a dolognak, és még mindenkin egy kis pulcsi van, vagy egy kis tavaszi kabát. Én vagyok az egyetlen, aki pólóban van. Rövidújú pólóban. Na, megyek visszafelé. És nincs hideg, fúj a szél, de nincs hideg. Holnap jön valami kis lehűlés esővel, de ennyi. Nem egy megerőltető, most már tényleg tavasz van. Ja, imádom! Igazság szerint nincs kedvem visszamenni, de muszáj, mert haza kell mennem, mert táncolok. Még egyet,
Tegnap még a séta után fogtam magam, aztán egy-két órát zúztam, hát alig bírtam, de muszáj volt a lábamat erőltetnem, és mára azért jobb. Úgyhogy ma megint lenyomok egy kis táncot. Na jó van. Remélem, hogy tetszett a fészkesfehérvári tavasz. Jaj, nekem mindenképpen itt úgy, de szabad vagyok, úristen. Mennék még egyébként tovább, ha lenne út, de nincsen út. Úgy kimennék a városból, csak úgy bele a vakvilágba. Nem lehet. Lehetne, csak veszélyes. Mert az autóúton kellene menni, ott meg nem megengedett gyalogolni. Na, megyek. Haza.